Tisztelt népfőiskolai csoport és csatlakozók, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, hogy egy ilyen szép napos délután rászánnak egy órácskát egy ilyen történelmi témára, mint a kommunizmus. Az apropója talán még mindig az 1956-os esztendő évfordulója, 60. évfordulója, a forradalom évfordulója, illetve hát az a nap, amelyet az iskolákban a kommunizmus áldozatainak szentelnek, a kommunizmus áldozatai emlékének szentelnek, ez Magyarországon február 25-e. Azért február 25-e, mert ezen a napon hurcolták el Magyarországról az akkori legnagyobb párt, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát. Először csak a hazai kommunisták, aztán az oroszok, végül a gulág láger világába került, 47-től 55-ig ott tartózkodott, és valamikor a millennium idején sikerült egy ilyen napot kisajátítani az emlékezetből az iskolások számára, hogy azokra az áldozatokra is emlékezzünk, akik ennek a rendszernek, amit most egyszerűség kedvéért kommunista rendszernek nevezek, az áldozatai voltak. Lehetett volna más dátum is nyilvánvalóan, még egy merült föl igazán erőteljesen, ez Apor Vilmos győri püspöknek a meggyilkolása volt, de akkor a többség úgy döntött, hogy az inkább egy háborús cselekmény volt, talán tudják, hogy a püspök úr a templomba menekült asszonyokat menekítette az orosz, lerészegedett orosz katonák elől, tehát ilyesmi más háborúkban is előfordult, és ezért, hogy hangsúlyozzuk a kommunizmus áldozatainak a különlegességét, ezért esett a választás február 25-ére. De mi is ez a rendszer? Mikor is találkoztunk először ezzel Magyarországon? Hát önök nyilván tudják, hogy ennek az ideológiai alapja a marxizmus. Így is hívták marxizmus-leninizmus, illetve időnként még hozzátették, hogy sztálinizmus. A legsötétebb időszak nyilván az a marxizmus, leninizmus, sztálinizmus. A marxizmus egy üdvtan, olyasmi, ami nem létező jövőbe vetít ki egy ideálképet, egy olyan társadalmat, ahol mindenki egyenlő, mindenki egyenlő részben részesül a javakból, és hát mi volt még? Nincs elnyomás, és megszűnik az állam is, és éldegélünk a globuszon boldogan. Hát ez jó ötletnek tűnt, így papíron leírogatva, könyvtárszobában, de mint kiderült, nem valósítható meg, illetve egy módon megpróbálták megvalósítani erőszakkal. Már eleve a marxizmus alaptételében benne van, hogy amíg a kommunizmus meg nem valósul, ez valahol a jövőben van, addig diktatúrát kell alkalmazni. Osztályharc van, a munkásosztálynak, a proletariátusnak, minden más osztályt maga alá kell gyűrni, minimum szövetségesévé tenni, de inkább likvidálni. Beleértve az egyénileg gazdálkodó parasztságot, beleértve a polgárságot, az arisztokráciát és minden más olyan réteget, amely ebbe a hatalomba nem fér be. Ezzel az eszmével Magyarországon először nagyon brutális módon 1919-ben találkozhattunk. Akkor 18 végén az első világháború elvesztésekor, Magyarország, történelmi Magyarország összeomlásakor egy kaotikus helyzet alakult ki az országban.
Minden oldalon ellenség jelent meg, minden oldalon területi igényekkel jelentek meg románok, szerbek, csehek. Itt voltak még a franciák is itt a délvidéken, tehát egy nagyon kritikus pillanatához érkezett a magyar történelem. 1000 év alatt egyszer-kétszer volt ilyen. Mondjuk a török dúlást nyugodtan nevezhetjük ilyesminek, vagy a tatár járást is. Ezt az összeomlást, ezt a belső megingás, a belső közöny és a belső aknamunka olyan erőssé tette, hogy az ország ellenálló képessége lényegében megszűnt, és egy Oroszországból érkezett kis csoport, néhány száz ember, felvértezve a marxizmus ideológiájával és politikai stratégiájával, meg pénzzel, meg fegyverrel, ezek az emberek 1919 elejére képesek voltak az összeomló magyar állam romjain puccsal megszerezni a hatalmat. Ezt hívjuk, vagy ezt hívják Magyarországon tanácsköztársaságnak. Ők még úgy hívták, hogy kommün, vagy proletár diktatúra, és későbbiekben úgy is nevezték, hogy az első magyar proletár diktatúra. Ez 133 napig tartott, de rettenetes brutalitással jelentkezett ebben az országban. Ugye elvették a tulajdonosoktól a tulajdonukat. Akinek földje volt, attól a földet. Akinek háza volt, a házat. Akinek gyára volt, a gyárat. Akinek csak egy egyszerű lakása volt, mondjuk jó helyen, azt is elvették. Úgy mondták, ugye, hogy szocializálták. Aztán ez hát egy pejoratív értelmet nyert. És hát megindult a vörös terror, furcsa figurák jelentek meg az országban, fegyverrel, bőrkabátban, Lenin sapkában, vörös csillaggal, Samueli Tibor, Cserny József és sokan mások, akik a vörös terrort szó szerint megvalósították, ezt úgy tessék érteni, hogy ahol ellenállásba ütköztek, leginkább vidéken, leginkább a parasság körében volt ez az ellenállás, és egyébként leginkább itt a Duna-Tisza közén, furcsa módon. Tehát ott a vörös terror akasztófákkal jelent meg, falhozállításokkal, gyilkosságokkal, és mindez olyan körülmények között, hogy az országba beözönlött az idegen hadseregek sora, többek közt Budapestet is elfoglalta a román hadsereg, itt délvidéken szerbek, franciák, északon csehek. Tehát ez egy apokaliptikus pillanat volt. Ennek a proletár diktatúrának a legfontosabb következménye az volt, hogy még belül is nyitott egy frontot, nem volt elég kint, 4,5 évig az első világháborúban, aztán a kis rablóállamokkal szemben, még belül is nyitott egy frontot, és ez aztán oda vezetett, hogy az országnak semmilyen elismert kormánya, semmilyen képviselete nem volt, akkor, amikor döntöttek a sorsáról Párizsban, ezt hívjuk mi trianoni békeszerződésnek, vagy békediktátumnak, semmilyen képviseletünk nem volt, még csak azt se tudtuk elmondani, hogy merre élnek magyarok, vagy merre élnek többségben magyarok. Tehát így születtek meg azok a határok, amelyek a mai napig is fönnállnak, és hát a nemzetet rengeteg határral megosztják, és hát ennek aztán rettenetes következményei vannak demográfiailag, morálisan, sok mindenből, minden szempontból. De ez a Kun Béla által jegyzett proletár diktatúra 133 nap alatt megbukott, de az emberek emlékeztek rá. Az egyik legfőbb veszélynek érezték, hogy ez többet ne fordulhasson elő.
Egy ilyen diktatúra, ahol a társadalmi osztályokat egymással szemben játsszák ki, és a fő cél az lett volna, vagy így is fogalmazták meg, hogy a társadalmi osztályok, rétegek, parasság, munkásság, polgárság, értelmiség, birtokosok, tehát hogy ezek harmóniában tudjanak együtt élni, akkor erős egy társadalom, akkor fejlődőképes egy társadalom, ha ez harmóniában él, és hát a két háború között a fő célt is megfogalmazták, hogyha az ország társadalma harmonikusan együtt él, akkor erősödhet gazdaságilag, és akkor képes lesz azt a döntést, amit 20-ban kaptunk, revízió alá venni. Ez sikerült is. 38 és 44 között sajnos igen bonyolult politikai és katonai körülmények között, amelyeknek a következtében újra egy vesztes világháború állt mögöttünk, most már úgy, hogy nem románok meg egyebek, hanem maga a nagy keleti kommunista birodalom hadserege foglalta el az országot. Ugyanis 1917-ben Szentpétervárot és aztán Oroszországban a kommunisták, akkor magukat inkább bolsevikoknak nevezik, szintén egy puccsal, ők ezt nagy októberi szocialista forradalomnak nevezik, kisajátították a hatalmat, és megteremtették ezt a kommunista államot a nagy hatalmas Oroszországban, amely aztán átalakult Szovjetunióvá, amelynek a célja kimondottan, nem tagadva az volt, hogy ezt a rendszert, amiről beszéltem, ezt az egész világra kiterjessze. De ha ez nem is megy, minél nagyobb területre kiterjessze, és ezt folyamatosan tette is, először Mongóliában, aztán a világháború előestéjén a balti államokat kebelezte be, Észtországot, Lettországot, Litvániát, aztán Besszarábiát, aztán a Kaukázusban ügyködött, és hát a látókörébe került Közép-Európa is, és sajnos Magyarország is, és mivel ezt a háborút elveszítettük, méghozzá Hitler szövetségeseként, ezt a területet egészen Németország közepéig a Vörös Hadsereg szállta meg, tehát egy hadsereg, amely győztesként viselkedett a legyőzöttekkel szemben, ráadásul hozott egy ideológiát is, és egy politikai rendszert is. Nem vezették be egyből, 45-ben olyan furcsaságokat is tettek, hogy földet osztottak, óriási dolog volt. 45-ben volt egy választás az országban, úgy tűnt, hogy parlamentáris demokrácia is lehet. 45-től 48-ig még a magántulajdon dominál Magyarországon, ugyan a szénbányákat államosították, de a magántulajdon dominált az ország. Tehát volt egy remény, egy illúzió, talán egy esély, hogy egy demokratikus országot lehet megvalósítani. Ehhez nyilván az kell, gondolták a kortársak, hogy minél előbb hazamenjenek az oroszok, akik hát itt megszállóként viselkedtek természetesen. Hadizsákmányt szereztek, hadizsákmánynak érezték az embereket is, a nőket is, erőszak, és hadizsákmánynak érezték a munkaerőt is, mert hogy ebben a kommunista, szocialista világban létezett egy hatalmas lágerrendszer. Kényszer munkatáborok hihetetlen hálózata. Több száz hatalmas kényszer munkatábor Oroszországban és Szovjetunióban, és ezeknek több ezer melléktábora. Most ezekbe kellett munkaerő, az első áldozatok az oroszok voltak, aztán egyéb népek a Szovjetunióból, és most Közép-Európa is sorra került, Magyarországról is minimum 200 ezer civilt hurcoltak el munkára. Úgy, hogy még 480 ezer katona már ott volt. Tehát ez egy óriási szám. Tehát ugye a hadifoglyok, azok egyik lágervilágban voltak,
úgy nevezik, hogy Gupvi, az így összeszedett Málenki robotra egy kis munkára elhívott, de több évre kényszer munkára vitt emberek, azok a gulág táborokban voltak. Az utolsó transport 1955-ben tért haza Magyarországra a szovjet gulágokból. Folyamatosan jöttek egyébként haza a Gupvi táborokból és a gulágokból, de hát megtizedelve, nagyon, nagyon sokan nem tértek vissza, mind a hadifoglyok közül, mind a civilek közül. Egyébként különbséget nem tettek, olyan helyen kell dolgozni, ahol egyébként másképpen nem lehetett munkaerőt toborozni, például az északi sarkörön túl, rettenetes körülmények között, bányákban, Kamcsatkán, aranybányában, szénbányákban, és hát olyan viszonyok közepette, minimális fejadaggal, reggeltől estig, lényegében rabszolga munkával, ami hát nemhogy megtizedelte, hanem még nagyobb áldozatokat követelt az ilyen táborokban lévőktől, magyaroktól, németektől, még románokat, lengyelet rengeteg vittek, és Európából is, szinte minden népből. Tehát a munkaerőt is zsákmánynak tekintették, a javainkat is zsákmánynak tekintették, hadi zsákmánynak, leszereltek komplett gyárakat, de elvitték a filmarchívumot is, meg bélyeggyűjteményeket, a Sárospataki könyvtárat is elvitték, hogy mit kezdettek vele, ki tudja, úgy érezték, hogy az érték, és nyugodtak lehetünk, hogy még mindig rengeteg érték van ott, Oroszországban, ami nagy valószínűséggel már nem is fog visszakerülni soha, ha eddig nem sikerült visszaszerezni. Úgyhogy erre jött még rá a jóvátétel, vagyis dollárban elszámolva óriási összegű jóvátételt kellett fizetni az országnak, főleg áruban, főleg élelmiszerben és ipari termékekben, akkor, amikor 45-ben ez az ország teljesen szét volt lőve, ki volt rabolva, németek, nyilasok és a Vörös Hadsereg által is. Egyetlen Dunahíd nem állt, egyetlen Tiszahíd nem állt, 28 darab ilyen híd volt, most képzeljék ezt el, a közlekedést, az egyebeket, a vonatokat, vagonokat, mozdonyokat, mind elvitték, a gépjárművek már rég mind nyugaton voltak, ilyen körülmények közepette ennek az országnak olyan jóvátételt kellett fizetni, ami az egyik legnagyobb csoda, hogy ezt a magyar társadalom ki tudta fizetni, és hozzáfogott az ország újjáépítéséhez. Elképesztő dolog volt. De nagyon sok szenvedéssel járt, de megérte volna, ha szabadság következik, ha a tulajdona mindenkinek megmaradhat, hogyha szépen elkezd fejlődni végre az ország, sokkal közelebb lennénk. Akkor se lennénk nyilvánvalóan Anglia szintjén, vagy Hollandia szintjén, de sokkal közelebb lennénk ahhoz, mint ahogy 1990-ben ennek a zsákutcának a végén találtuk magunkat. De itt még nem tartunk, mert hogy ez a hatalmas erőfeszítés, ez 1948, sőt már 47-ben kisiklani látszott, és sajnos ki is siklott 49-re. 47-ben voltak talán, vannak, akik itt emlékeznek rá, a híres, hírhet kékcédulás választások, a világ történelem egyik legmocskosabb választási csalás sorozata, ahol mindenféle csalást bevetettek. A kommunista párt ennek ellenére, amely ugye Magyarországon a kommunizmus eszméjét hirdette, mindösszesen 22%-ot kapott, de felhatalmazva érezte magát arra, hogy a hatalom teljességét a kezébe vegye. Mire alapozta ezt? Arra, hogy a világ 47-re két részre bomlott. Elég sokáig ugye ezt hívtuk hidegháborúnak. Az egyik rész a szocialista világrendszer lett, élén a Szovjetunióval, és annak élén a nagy Sztálinnal,
A másik pedig hát mi, vagyis a kommunisták szóhasználatában az imperialisták tábora élén az Amerikai Egyesült Államokkal. Ők azt nyilván úgy mondták, hogy van a szabad világ, meg a rab nemzetek. Tehát mindegy, hogy hogyan hívjuk, lényeg az, hogy egymásnak feszült ez a két nagy erő, az egyik oldalon a Szovjetunió, meg a kisebb szocialista országok, másik oldalon pedig az Amerikai Egyesült Államok. Ez rengeteg energiát elvett mindenhol egyébként, Nyugat-Európában is, de főleg magában a Szovjetunióban, és sajnos Közép-Európában is. Rengeteg energiát elvettek a rossz, értelmetlen döntések. Ezek között például a kollektivizálás, az erőszakos, mert lehet szövetkezni értelmesen a mezőgazdaságban, de erőszakosan a tulajdont elvéve, értelmetlen termelésre kényszerítve az embereket, úgy nem érdemes. Ugyanez az államosítással is lehet államosítani, de úgy, hogy tervgazdálkodással irracionális, követhetetlen feladatokra kényszeríteni üzemeket, és csak munkaversennyel és egyebekkel próbálni szinten tartani a termelést, ami soha nem működik. Tehát ezek értelmetlen változások voltak, de nagyon sok energiát elvittek. Hát 48-ra teszik a fordulat évét, amikor hát szép fokozatosan megvalósul, most nevezzük így, a második proletár diktatúra, akkor nem nevezték így, népi demokráciának is nevezték, hát szocializmusnak, mint ami átmenet a kapitalizmus és a kommunizmus között. Mi a tudományban nevezzük pártállamnak, vagy totalitárius államnak, vagy államszocializmusnak, ilyen kifejezések vannak, de a legjellemzőbb mégiscsak erre a 49-től 56-ig terjedő időszakra egy név, amelyen lehetne ezt is illetni, ez pedig a Rákosi Mátyás, tehát a Rákosi korszak, így is nevezik ezt az időszakot, tehát a legsötétebb, legperverzebb hatalom, amely teljesen irracionálisan működött, és néhány év múlva meg is bukott. Először 1953-ban, majd pedig leginkább 56-ban a forradalom alatt. Hát mi jellemzi ezt a részt, ezt a korszakot? Hát nyilván most nem fogok belemenni a részletekbe, de az irracionális terror, amely szépen lassan megpróbálja felőrölni a társadalom minden ellenállását, felőrli a pártokat, tehát a politikai pártokat, felőrli a parlamentarizmust, hozzáfog az egyházak felőrléséhez, mint Szent Tiper, tehát mint Szent József, esztergomi érsek, életfogytiglan, Grősz József, kalocsai érsek, és több mint 600 pap, Endrédi Vendel, Zirci apát, ezek mind életfogytiglanos büntetések, tehát az egyházat megtörni, másfajta gondolkodást, a civil szférát megtörni, már 46-ban, ne legyenek egyesületek, ne legyenek ilyen névfőiskolák se, ne jöjjessenek össze az emberek, csak egy helyen, amiben mindenből egy van, az a párt. Tehát egy párt marad, és az a párt lesz az, amely minden iránt a felelősséget magára veszi. Mi nem adtuk volna nekik, de ők úgy érezték, hogy minden rájuk tartozik. Van is egy ilyen plakátjuk. Minden, ami Magyarországon történik, a kommunisták dolga. Tehát ha bármilyen társadalmi életet az ember akar élni, akkor az a párt. Vagy az ifjúságnak a DISZ. Dolgozó Ifjúság Szövetsége, később KISZ, a Kommunista Ifjúsági Szövetség. Még kisebbeknek az úttörő, még kisebbeknek a
kisdobos. Tehát, de csak az lehet. Cserkész szövetség nem lehet, másfajta ideológia nem lehet, csak ez lehet. És aki ebben nem vesz részt, az kilóg a társadalomból, az hirtelen idegennek érzi magát, kitaszítottnak, hirtelen ő lesz a, nem is tudom, a társadalomból kilógók és nemecsek Ernő, aki mindenki gúnyolódik. Tehát ez egy szörnyű dolog. És aztán így lehetséges az, hogy ez a monopól helyzet kialakul minden téren a társadalomban, és nincs hova kilépni. Bezárul a gyűrű a társadalom körül, mint ahogy az ország körül is bezárul, vasfüggönnyel, műszaki határzárral, amelyben elektromos áram, aknák, stb. De minden oldalról, tehát egy teljes bezártságban van maga az ország is, nincs útlevél, nincs utazás, csak kivételezett embereknek, ilyenek akkor például a sportolók, vagy egy nagyon kevés művész, de egyébként teljesen bezárt világ, és magában a társadalomban is nincs hova menekülni, nincs hova kilépni. Minden pillanatban azonosulni kell a rendszerrel, az ideológiával, a nevezzük most így a kommunista ideológiával. Ezért vannak a szabadnék félórák, ezért vannak a szemináriumok, ezért van a munkára harcra kész mozgalom, és még sok minden más, ami a minden pillanatban történő azonosulást kívánja meg a társadalom tagjaitól. Hát ez az 50-es évek. Nem lehetett könnyű. Nyilvánvaló, az ember akkor is megtalálja. Megtalálja az ember akkor is a kiutat. Csak nehezebben. Sokkal nagyobb ára van neki. De mindig el lehet valahova vonulni, mert az szellemet nem lehet internálni. A gondolkodást nem megpróbálták, tehát ez az agymosás az előbb említett szintektől, az úttörő, stb. Kész fárt, megpróbálták az agyat átmosni, de igazából azt nem lehet. Legalábbis nem sikerült nekik se. Ha sikerült volna, most nem ülnénk itt, és nem beszélnénk róla, hanem nem tudom én, valamilyen csasztuskát énekelnénk a boldogabb és szebb jövőről, de a kommunizmus még akkor se jött el. Tehát akkor is csak azért tennénk, mert kint állna az ÁVÓ, vagy nevezzék bárhogyan is azt a szervezetet, amely az erőszakot megtestesíti. Tehát nem sikerülhetett, mert mindig van valahova visszavonulni. Ha lehet a magánéletbe, a szerelembe, egyházba, a hitbe. Hithez még templomba se kell mindig járni, nem árt, ha az ember járhat. De a hite belül megvan, akkor nem tudják megtörni, nem tudták megtörni azokat az embereket se, akik a kis magyarországi táborvilágba kerültek. Mert ugye 45-től elkezdik lecsukni az ellenfeleiket. Érdekes módon már 45-től elkezdik a kommunisták lecsukását is, a másik kommunisták. Tehát például Demény Pált már 45-ben az elsőként tartóztatja le Rákosi Mátyás, és egész 56-ig börtönben van. De hát aztán a leghíresebb koncepciós perek, nyilván önök ismerik ezt, a Rajk László. Rajk László az egyik legkitüntetettebb kommunista volt, belügyminiszter volt, mindenért felelős, ami történt, azért a kisiklásért, hogy nem sikerült európai típusú államot megvalósítanunk. Mindenért felelős volt, de Rákosiék őt is halálra ítélték, mert riválisnak tekintették, vagy mert muszáj volt ellenséget produkálni ebben a rettenetes világban, ahol a kulcsszó az éberség volt. A kulcsszó, hogy ellenség vesz körül mindenhol. Imperialisták, titoisták, trockisták, ki emlékszik még valamire, rengeteg volt. Fasiszták, nyilvánvalóan reakciósok, klerikálisok, sorolhatnánk a napestig, tehát mindig ellenségkel és éberségkel, tehát csukják le magukat a kommunistákat, de hát más pártok vezetőit, egyházak vezetőit, és megtelnek a börtönök, és aztán ugye hozzáfognak a magyar, kis magyar lágervilág felépítéséhez, internáló táborok
hiszen munkáskéz Magyarországon is kell, építünk majd egész nagy szocialista városokat, Sztálinvárost, iparfellegvárakat, bányászfellegvárakat, Kazincbarcika, Komló, Ózd, sorolhatnánk, építünk majd erőműveket, ott is bizony nagyon sok internált kényszermunkás dolgozott, igaz, hogy önkéntesek is, tehát egy furcsa világ volt, akik önként vállalták, mert tényleg hittek abban, hogy fölépíthető ez az utópia. Tehát ilyen kettős világ volt, tehát internáló táborok, ezek közül a leginkább ismert, és hát a legszörnyűbb az a Recski internáló tábor volt, amely nem munkatábor volt, ugyan dolgoztak ott, követ törtek, de annak a munkának kevés értelme volt. Lényegében ez egy megsemmisítő tábor volt, azokat az embereket, akik oda elhurcoltak, körülbelül 1500 ember, azokat arra szánták, hogy már ne is kerüljenek ki a társadalomba. Nem is tudták a családtagok, hogy ott vannak, ők se tudták, hogy hol vannak. Tehát egy egész elzárt világ volt, és ott is nagyon sok áldozat volt. Az egész táborról onnan tudtak, hogy egy embernek sikerült megszökni, és eljutott egészen Münchenig, ahol fejből beolvasott, ha jól emlékszem, 1100 nevet. Innen tudták meg a családtag, hogy egyáltalán létezik egy ilyen tábor, és a családtagjaik nem tűntek el Szibériában, egy másik lágerben, hanem itt vannak Magyarországon, a Mátrában, pár kilométerre, mondjuk Budapesttől, vagy Egertől, vagy Miskolctól, pár órára, gyalog is, és mégis arra szánják őket, hogy soha ne térjenek vissza. Tehát ez volt a legnagyobb szörnyűség, amit itt elkövettek a sok-sok halálos ítélet mellett. És volt persze a kitelepítés. Tehát körülbelül 15 ezer embert kitelepítettek lakásából, birtokából, hortobágyi munkatáborokba. Ott dolgozhattak, sokszor még értelmes munkát is TSZ-ekben, még fizetést is kaptak, persze levonták az ellátást és egyebeket, de őrizték őket, fegyveresek őrizték, tehát rabok voltak, egész családjukkal, gyerekekkel, asszonyokkal, megint csak arra szánva, hogy tűnjenek el. Hát az, hogy ilyen szerencsénk volt, hogy 53-ban meghalt Sztálin, hát még élhetett volna 10-15 évet, és 53-ban rájöttek Moszkvába, hogy ez így nem működik, mert minden szocialista ország az összeomlás szélén áll, Magyarország is. Valamit tenni kell. Hát, és hogy arra jöttek rá, hogy tegyünk oda egy másik kommunistát, de aki esetleg jobban csinálja, emberibben csinálja, nem... És ez lett Nagy Imre. Egész pici, rövid korszak fűződik az ő nevéhez, aki viszont feloszlatta ezeket a táborokat, mind a kitelepítést megszüntette, mind az internáló táborokat, Recsket is, és számos más nagyon fontos intézkedés fűződik a nevéhez. Nem is véletlen, hogy megbuktatták már 55 elejére. De ez egy történelmi szerencse volt, hogy Sztálin meghalt, mert ha esetleg még 10 évet él, akkor például Kádár János is, aki szintén börtönben van Rákosi alatt, de csak 51-től 54-ig, 51-ig ő is minden disznóságban benne van, és 54 után is, de akkor Kádár is valahol a 60-as évek közepéig börtönben ült volna, ha túléli az egészet, és sokan mások, és ott ültek volna. De hát jött ez a nagy történelmi változás magában a birodalom központjában, Sztálin halálával. Egy bizonytalanság is volt, ki legyen az utód. Ezt nem volt könnyű eldönteni, sok önjelölt volt. Végül is talán még emlékszik valaki, egy Hruscsov nevű elvtárs került ki győztesen a küzdelemből, Nyikita
Szergejevics Hruscsov, aki hát onnan ismert Magyarországon, hogy akkor, amikor a magyar nép vétót emelt ez ellen a rendszer ellen, tehát mindaz ellen, amiről itt próbáltam beszélni, az embertelenség, a terror, az irracionalitás, az értelmetlen erőfeszítésekkel szemben vétót emelt 1956. október 23-án és az azt követő napokban, ugye akkor már a Szovjetunió vezetője Hruscsov, és hát ez azért azt jelentette, hogy a birodalom központjában is volt némi bizonytalanság, mi legyen a forradalommal. Ők persze rögtön ellenforradalomnak minősítették, de azt gondolták, hogy a Magyarországon az előbb említett 53 miatt népszerű Nagy Imre tényleg volt egy népszerűsége, mert jó dolgok fűződtek a nevéhez, emlékeztek az emberek, hogy, és most ne csak Recskre gondoljunk, hanem hogy béreket emeltek, meg árakat csökkentettek, meg a TS-ekbe lehetővé tették, hogyha valaki nagyon nem akar, akkor hagyja ott a TS-t, nem viszik rögtön börtönbe. A kulák listát megszüntette. Ugyanazért megmaradt a kulák kifejezés, meg azért ferdeszemmel néztek a birtokos parasztra továbbra is, de megszűnt a kulák lista, a külön adók, stb. Tehát ez azért, ez emlékeztek az emberek erre, és Hruscsovék is úgy gondolták, hogy esetleg Nagy Imre tudja kezelni a helyzetet, most idézőjelben mondom, és nem lesz nagyobb baj. De nagyobb baj lett, mert a magyar nemzet olyan erővel lépett föl, fegyverrel is, hogy még ezt a kommunistát is rávette arra, hogy a helyes útra tévedjen, így fogalmazok most. Fogadja el a nemzet követeléseit, és ezt megtette. Fogadja el, hogy a legfontosabb, hogy a szovjet csapatok menjenek haza. Érje el, hogy a szovjet csapatok menjenek haza, hiszen már rég haza kellett volna menniük. Semmi ürügy nem volt már, Ausztria is megvan már akkor 55-ben, már rég haza kellett volna. Tehát érje el ezt. Legyen szabad választás, legyen több pártrendszer, legyen megint koalíciós kormányzás, legyenek emberi jogok, szabadságjogok, sajtószabadság, gyülekezési jog, stb. De még olyasmit is, hogy legyen újra Kossuth címer, meg március 15-e legyen nemzeti ünnep. Tehát ezek nagyon fontos, szimbolikus követelések is voltak, meg nagyon fontos politikai követelések is. És úgy tűnt, hogy ez a forradalom győz. Ez a legnagyobb hatású antikommunista forradalom, ami a világtörténelemben valaha volt. És talán a leginkább az az esemény, amelyben nem csak ránk hatott a világ, hanem mi magyarok is hatottunk a világra ezzel a forradalommal. A forradalomról mindenhol tudnak, ma is. A lyukas zászlót mindenhol ismerik, ma is. És ismerték 56 után mindenhol. Tehát ez a forradalom volt az, amely teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy ez a kommunista eszme, ez hamis. Másról van szó, egyszerűen egy birodalomról, amely nem engedi ki a nyilvánvalóan távozni akaró népeket. Nem akarja kiengedni őket, és ha kell, fegyverrel is föllé. Tehát lelepleződött a kommunista eszme, végleg lelepleződött, azok előtt is, akik csak távolról nézték. Mert itt az országban már rég lelepleződött. Meg Lengyelországban már rég lelepleződött, hát mindenki látta, hogy mi történik. De Párizsban, meg Londonban, meg nem tudom én hol, hát illúziók éltek, hogy hát ez az eszme, ez tényleg működik. És hogy fejlődik a Szovjetunió? Micsoda nagyszerű dolog.
És ezt nem mindenkinél természetesen, de tömegeknél azt hiszem, ezt leleplezte a forradalmunk, és ebben hatott az egész világra, hogy az addig offenzívában lévő, tehát támadó, terjeszkedő kommunizmust visszavonulásra kényszerítette. Ugyan Budapestet szétlőtték megint, ugyan Magyarország nem sikerült, hogy kilépjen, de az eszmét tovább terjeszteni már nem sikerült. És az már nagyon, nagyon elvetélt kísérlet volt, amikor 1979-ben a szovjet hadsereg ugye megszállta, vagy bevonult Afganisztánba, hogy ott arra felé terjessze az eszmét a továbbiakban. Az már egy nagyon elszúrt kísérlet volt, tulajdonképpen nagyon alaposan hozzá is járult ahhoz, hogy maga a birodalom megrendült. Ugye ez 79-80-as évek lényegében sem gazdaságilag, sem katonailag nem tudta fölvenni már a versenyt a Szovjetunió a másik féllel, amelyről mondtuk, hogy az élén egyre inkább, egyre határozottabban az Amerika Egyesült Államok állt, és ez a 80-as években már teljesen egyértelmű volt, hogy gazdaságilag és katonailag sincs már egy súlycsoportban a Szovjetunió az Egyesült Államokkal. Ennek szimbolikus pillanata is voltak, tehát óriási előnynek érezték Moszkvában, amikor az első élőlényt fellőtték az űrbe, ugye Lajka kutyát, fantasztikus elő, aztán az első embert fellőtték az űrbe, Gagarint, aki 61-ben itt járt, nem pont itt, de valahol a környéken, tehát ezt óriási előnynek érezték akkor, és előnyben is voltak nyilvánvalóan, de hát szépen lassan, fokozatosan jött a válasz, hogy amelynek a leginkább szimbolikus pillanata a Holdra szállás, tehát amikor az amerikaiak a Holdra szálltak, azt már az oroszok nem tudták követni, aztán amikor az amerikaiak már űrrepülőgéppel föllemászkáltak, hát ezt már nem lehetett követni. Zárójelben jegyzem meg, hogy egyébként most már az amerikaiak nem mászkálnak az űrbe, de az oroszok még mindig lövik föl a saját gépezeteiket, és ugyanúgy Kazahsztánba érkeznek keményen a földre, de hát kitartóak. Tehát az biztos, hogy az oroszokkal számolni kell, nem szabad lebecsülni őket, már nincs Szovjetunió, 91-ben összeomlott az egész, de Oroszország van. Oroszország volt a szovjet rendszer előtt is, a kommunizmus előtt is, nagy hatalom volt, nem egyszer beavatkozott Magyarország és Közép-Európa történetébe, többek közt 1849-ben, brutálisan, többek közt az első világháborút is lényegében velük vívtuk nagy részt, és a második világháború is, és 56 is, a forradalom is. Tehát nincs vége a történelemnek ilyen szempontból sem, figyelni kell arra, hogy ez az eszme talán megbukott, de ezt is csak félve mondom, mert lehet még olyan szituáció, hogy valakiknek ez megint szimpatikus lesz, vagy valakik megint olyan jelszavakkal állnak elő, mint mondjuk 19-ben Kumbéláék, vagy 45-ben Rákosiék. Látok ilyen kísérletet, most is választások lesznek, tehát majd lesznek ilyen jelszavak, vagy már vannak is óriás plakátok. Tehát a rendszer, az ideológia lehet, hogy megbukott, de azért ne felejtsük el, hogy még vannak országok, ahol formailag legalábbis működik, nem is kis ország, nem is valószínű, hogy elmehetünk mellette csak úgy, ugye ez Kína, de azt majd valahogy megoldják. De még van ilyen echte kommunista ország is, amely atommal játszik meg rakétákkal. Mondjuk hát attól tartok a legkevésbé, hogy Kim Ir-sen utódai megjelennek itt Bogyiszlón, de hát semmi sem kizárt. Tehát úgy tűnik ez a rendszer, ez megbukott,
Nálunk ugye a 80-as évek második felében a rendszerváltást 89-hez kötjük, 90 az első szabad választás. Ez a rendszer alapvetően gazdaságilag bukott meg. Mindenhol, Szovjetunióban is, Magyarországon is. És ahol értelmesebbek voltak az emberek a pártokon belül, ott nem várták meg a teljes összeomlást, hanem utat engedtek annak az akaratnak, amit számtalanszor megfogalmazott például a magyarság vagy a lengyelség 19. században, 20. században, tehát hogy engedjenek szabadon. Nemzeti körülmények között a saját országunkban szabadon élni, és esetleg menjenek is haza, ugye a megszállók. Tehát, és ez lehetővé vált egy szerencsés konstellációban, amikor az Egyesült Államok rákényszerítette tulajdonképpen Szovjetuniót, hogy előbb politikailag, aztán katonailag is vonuljon ki Közép-Európából. Előbb politikailag ezt tette lehetővé, hogy Lengyelországban, Magyarországon, Csehországban egy ilyen tárgyalásos átmenet jön létre, tulajdonképpen békés átmenet, megjegyzem, előtte Lengyelországban volt egy 10 éves szolidaritás küzdelem halálos áldozatokkal, sortüzekkel, éhséglázadások, tehát ott volt egy más. Nálunk ilyesmiről nem tudok beszámolni, itt puhábbak voltunk. Én mindig azt mondom, hogy nem a diktatúra volt puha, az olyan eszközökkel dolgozott, amilyen eszközökkel jónak látta. A Kádár korszak első évei a legvéresebb diktatúrát jelentik. Tehát a kádári terror 61-ig akasztások sokaságával legvéresebb. Az igaz, hogy aztán, amikor már nem volt erre szükség, 70-es, 80-as években, akkor más eszközökkel dolgoztak. Ez az ügynökvilág irratlan beépülése a társadalomba, és uralma tulajdonképpen, ami hát egy pillanat alatt nem meghaladható. És nem meghaladható az sem, ami egy ilyen hosszú, hogy a Kádár korszak 33 évig tartott, hosszú korszakban ránk ragadt, élettechnikákban is. Tehát, hogy mennyit lehet megengedni magunknak, mennyit lehet a szabadság irányába lépni, és lehetett lépegetni. Az az érdekes ebben, hogy Kádárék ezt hagyták, de ez nehezebben meghaladható, mint például mondjuk, ami Romániában volt Ceausescu-val, ahol hát egy brutális leszámolás volt, és egy valódi szembenézés indult meg, aztán az is félresiklott a múlttal. Tehát itt sokan úgy érzik, hogy a társadalom feje fölött lett vége ennek a rendszernek, alkuk történtek, alkutárgya volt az is, hogy szabad választás irányába mozdulhatunk el, de alkutárgya volt az is, hogy a volt állampárt, most nevezzük egyszerűen a volt kommunisták, számonkérése elmarad. Ennek erkölcsi következményei nagyon súlyosak voltak az elmúlt 27 évben, nagyon súlyosak voltak, mert bár 90-ben senki nem akart igazán valódi leszámolást, de elszámoltatást esetleg. És valahogy egyre, ahogy múlt az idő, egyre közelebb érkezik az a pillanat, vagy egyre inkább elérkezett volna az a pillanat, hogy az elszámoltatásnak, a számonkérésnek is meg lett volna a helye. Nyilván nem olyannak, mint 45-ben vagy 19-ben, de azért mégis legalább megnevezni a bűnösöket. Lényegében még ez sem sikerült jogi úton megnevezni, hogy kik a felelősek azért a zsákutcáért, amiben Magyarország került. Tehát ez a
számonkérés elmaradt, az az ügynökvilág, amiről beszéltem, az meg nem párolgott el. Persze megszüntették az intézményeket, vagy átalakították, látom ingatja a fejét, tehát megszüntették, de informálisan azok az ügynökök, azok nem párologtak el, azok rendszerváltás után is a társadalomban megmaradtak, és az ő leleplezésük sem történt, meg Magyarországon van, ahol megtörtént. Semmi különösebb társadalmi megrázkódtatás ettől nem történt. Lehet, hogy nálunk túl sok volt ebből. És befejezésként még csak azt a hasonlatot hagy mondjam el, hogy azért ránk is hatással volt nyilvánvalóan, vagy fogalmazunk úgy, hogy sokakra hatással volt, hogy a szabadság hirtelen a gazdasági összeomlás következtében hirtelen, mintha ránk szakadt volna. Mert ránk szakadt az is, hogy munkanélküliség lett, de súlyos. Ránk szakadt az is, hogy infláció lett, de súlyos. Hihetetlen gazdasági nehézségek közepette történt meg a rendszerváltoztatás. Nem azért kerültünk gazdasági bajba, mert rendszerváltoztatás volt, hanem pont fordítva. Azért lett rendszerváltoztatás, mert ez a 40 éves rendszer zsákutcába jutott. Ez nagyon fontos tudni. Tudom, hogy sokan kritizálják a rendszerváltást, meg elégedetlenek a körülményekkel, mai körülményekkel is, vagy politikai viszonyokkal, vagy sok mindennel, de én azt mondom azért becsüljük meg azt az 1989-90-et, mert azóta 27 éve lényegében rajtunk áll, vagy bukik, hogy sikeresek leszünk, vagy sem. Előtte ilyen hosszú korszak nem volt. Mikor volt? Valamikor nagyon régen, 1526 előtt. Az egész Horthy korszak rövidebb, és benne már egy háború. Tehát szűken mérve a Horthy korszak az 20-tól 38-ig. Utána már egy világháború követ. Most béke van, 27 éve, tehát rajtunk múlik. Tudom én, hogy sok hatás ér minket, gazdaságilag sok tekintetben ki vagyunk szolgáltatva, de így legalább van esélyünk, hogy szabadok vagyunk. Ha ebben a rendszerben élnénk továbbra is, akkor semmi esélyünk nem lenne. Köszönöm szépen a figyelmet, az idő elszaladt, bocsánat, és ha kérdés van, akkor arra nagyon szívesen válaszolok. A bűnük nem volt, hanem hát... Igen, alapvető osztályellenség, ez volt egy ilyen kifejezés. Osztályellenség, vagyis volt uralkodó osztálybéli, vagyis volt kizsákmányoló. Ez persze mind kommunista terminológia, tehát aki... a kommunista párt ellensége volt, az bárki bekerülhetett ebbe a kategóriába. Voltak köztük gyárosok, volt arisztokraták, de voltak értelmiségiek, színészek, sok mindenki bekerült. Rossz nyelvek szerint a legfontosabb szempont az volt, hogy a lakásukat kisajátítsák. Ugye ez 5000 lakást jelentett, általában jó minőségű lakást, általában városokban, mondjuk Budapesten a Rózsadombon, tehát ezekre a lakásokra az új, hát nem szívesen használom ezt a szót, hogy elit, mert ennek van tartalma is ennek a szónak, tehát az új politikai vezető garnitúrának szüksége volt. Kisajátították, sokan még ma is ilyenben laknak. Vagy az utódaik ilyen lakásokban laknak. Tehát osztályellenség, ez volt az egyik. A másik osztályellenség a módos paraszt is, a módos gazda is, tehát kulák.
kitelepítettek rengeteg kulákot, nem mind a hortobágyi táborokba, hanem a lakásából, a birtokáról, a házából, a másik faluba, vagy a harmadik faluba, ahol persze se birtok, se ház, se semmi, hanem kezdje újra. Tehát ezek 10 és 100 ezrével történtek. Kitelepíthettek németeket. Egy részüket csak Németországban, ez olyan 170 ezer ember, akiknek itt kellett hagyni mindent, és Németországba mentek. De egy részüket itthon telepítették ki, tehát megint csak a saját falujukból egy másik faluba. Az ő házukba meg másokat költöztettek, például a Felvidékről elüldözött magyarokat, vagy másokat. Nagyon rettenetes történet, ez 46-tól 51-ig tart. Közéjük tartozhatott még szerb. Miért? Mert 49-től a határ mentén élő szerb is ellenségé lett nyilvánítva, legalábbis egy részük, mert a fő ellenség Tito lett. A jugoszláv vezér addig nagy barát volt, de 49-től ellenség lesz, ezt is Moszkvában mondták meg, hogy ő lesz most a fő ellenség, és képzeljék el, hogy elég kevésen múlott az, hogy egy fegyveres konfliktus ne alakuljon ki Magyarország és Jugoszlávia között. A Jugoszláviát kitagadta a kommunista világrendszer, kitagadta a Szovjetunió, megbélyegezték Titót is, ugye a láncos kutya, így hívták, az imperialisták láncos kutyája, ugye így hívták, tehát azok is oda kerülhettek, akik rossz helyen laktak túl közel a határhoz, mert hát etnikailag úgy gondolták, hogy ez veszélyes lehet. Politikai ellenfelek kerülhettek internáló táborokba. Recskre például leginkább politikai ellenfelek kerültek, és művészek, akik nem voltak hajlandók beállni a sorba. Tehát mondjuk a Kisgazdapárt legutolsó főtitkára, Pártai Tivadar, és irodalmunk egyik egyszerű képviselő, Faludi György ül ott Recsken, ők politikai okból vannak ott. Ez is politikai ok, hogy osztályjelenség, de hát Faludinak semmilyen nem volt, egyszerűen gondolata volt, és az nem stimmelt a kommunista eszművel, ezért oda kerülhetett. Tehát körülbelül ez az a kör, vagy kör, de őszintén szólva nem cinizmus, ha azt mondom, hogy bárki fölkerülhetett a listára. Aki valakinek a látókörébe került, akár helyben, járásban, megyében, és valamilyen oknál fogva, úgy mondom most, hogy látókörébe került a helyi kiskirálynak, a helyi ávósnak, stb., az fölkerülhetett. Már csak egy jegyzőkönyvet kellett írni, vagy még az se. Tehát ez igen tág a kör, és igen sok embert érintett. Tessék! Részben az előző kérdésre is választ adva, én 52 év elején osztályidegenként munkaszolgálatosként vonultam be, csupán csak azért, hogy az őseim szorgalmasak voltak, és hát valamivel talán többet összekapartak a szorgalmat és a spórolásnak a kapcsán. És velünk is közölték az első napon, hogy önökkel nem kell elszámolni. Tehát szóval. Köszönöm szépen. Tessék. Akkor, és még ma is ható probléma, hogy ha most itt jártunk egy hét ezelőtt, néhány
kicsi települések is tökéletesen működnek, mint hogyha tegnap költöztek volna a festők, a szútkorban tartó házak. Tökéletes állapot vannak, és a mezőgazdaság ugyan kicsi, kisebb parcellákban, de működik, és hogy 20 éve is működött. Itt pedig a fiatalok, hogyha nem találnak a helyiparban vagy a szolgáltatásokban valamit, akkor elköltöznek. Vagy a főváros környékében, az még ismeres, de leginkább nyugatra elmennek, és a Angliában, vagy most már oldalon. Valami nem sikerül, itt a mostani új rendszer, ami épül, ez nem így a revízió alá venni ezt az óriási hibát, amit ez a szociális csinált szerintem. Mondjuk, ami vidéki Magyarországnak, amelynek csak a mezőgazdaság a legfőbb előforrás. Tényleg még máig volt az a csapás. Valahogy a legoldásból én azt kiállítom, hogy ez még ma sem sikerül rendben, és nem is látom rá azt, hogy hogy lehet ezt megcsinálni. Most már a tárgyalkozáson túl van, hogy az emberek. Én ezt nem látom. Minden embernek a kezébe kellene, hogy legyen a falu határa, mint ahogy most van. Nem csak Zsolikon, hanem szinte minden. Erre azt tudom mondani, ugye a kollektivizálást említettem, mint az értelmetlen erőfeszítések egyikét, szándékosan. A legfontosabb talán az volt, hogy megszakadt egy organikus lánc. Tehát amit az apa átadott a gyerekének, ezt megszakították 49, de legkésőbb 61-ig, és egy proletarizált létbe, egy nagy TS, tehát tulajdonképpen olyan, mintha bejárna az ember dolgozni egy gyárba, tehát az amit mondott, hogy az őseim összerakták, és aztán átadták a főnök, ez megszakadt. És 90-ben ezt nem lehetett sajnos már, csak nagyon kevés helyen, átörökíteni. Van, ahol sikerült, sok helyen sikerült, de van, ahol már rég elmentek a városba, rég elmentek munkásnak, vagy van az országból elmentek, és nem nevelődött ki, ahogy az 1000 évig nevelődött a családban, nem nevelődött ki az az új generáció, amely tovább vitte volna a birtokot, ezért nem lehetett reprivatizálni. Mert már nagy, ugye az azt jelentette volna, hogy visszaadni a földet annak, akié. Ezt talán még 56-ban meg lehetett volna tenni, mert még élt, akié volt. De minimum a fia már még ott volt, tudta, hogy kell csinálni. Ugye 90 után, hát elnézést, még a tudás is elveszett. Tehát ha most bárkit a városból odaállítanak, hogy itt van egy birtok, csináld, hát mi csinál? Hát meg se tud fejni egy tehenet, semmit se tud csinálni. Tehát ez a tudás volt az, ezt képzéssel lehetne, sokkal jobban lehetne csinálni, sokkal jobb lett volna, hogyha kis birtokok, nem is a nagyon kicsik. Tehát létrejönnek, vannak ilyen családok, de úgy tudom, vannak fiatal gazdák, van szervezetük legalábbis, ezek erről hallok, de akkor nyilván vannak fiatal gazdák is. Tehát ennek az oktatásnak, ami ezzel foglalkozik, erőteljesen kéne foglalkozni, hogy ne könyvszagú tudása legyen, hanem azt mondják, hogy itt van, bérelj egy földet, ahogy azt 500 éve is tették. A jobbágy is bérelt az úrtól földet, meg a 20. században is volt ez. Tehát próbálj, boldogulj, és akkor tudja, de ez megszakadt. Tehát ez önnek teljesen igaz van, társadalmilag ez nehezebben orvosolható, és sajnos gazdaságilag is nehezebben orvosolható, mint például az ipar. Mert ugye ott betanított munkást tud alkalmazni, sajnos szinte csak az van Magyarországon. Azért ez túlzás, de ugye ezt úgy szokták mondani, hogy összeszerelő ember van, aki ennyit meg tud csinálni, de hol van az a régi szaki. De azért ott mégis át lehetett állítani, vannak iparágak, gyógyszeripar, stb., bizonyos elektronika is, tehát azért van valami, de ott is óriási baj volt. De itt ezt a tudást, ezt leginkább, hogy mondjam, itt helyben lehet
átadni. Tehát azoknak, akik még tudják. Tehát például, ha ön tudja, akkor át kell adni. Ezt egyetemen, azt tudom mondani, hogy egyetemen ezt nem fogják megtanulni. Az utolsó csepp az ország is, főleg a vidék tönkretételével PSZ-esítés volt, mert nekem volt szerencsém átutazni Kelet-Németországon 90-es, 80-as évek végén, és a lepusztult üzemegységeket láttuk a kelet-németeknél, a legkeletnémek az utolsó udvari területet is megművelték, mert ott nem voltak PSZ-ek. És amikor ma azt mondják, hogy mert a környező országokban is nagyobb a fizetés, hát azért nagyobb, mert ott nem voltak ekkora törések, de itt a vidék nem tud magával mit csinálni. Itt tönkre mentek a PSZ-esítése, a szemlélettel, a gazdálkodásnak a lehetőségeivel, és főleg egyáltalán a felmérőre hozzávalása. Hát én nem tudom, de önök ezt sokkal jobban tudják, de én megművelve láttam a földeket, ahogy jöttünk lefelé, tehát hogy aztán az kik, és hogyan, és miképpen, nem láttam nagyon parlagon, és elhanyagoltan, tehát... Hát valakik csinálják, tehát nyilvánvaló. Igen, modern gépekkel és igen nagy teljesítménnyel, ami mellőzi az emberi munkát, ugye, és akkor a vidéki fiatal az elmegy, mert ugye én apám is marasztember volt, nem állt be a TSC-ben, mert azt mondta, hogy ott ellopták a ló elő az abot, hogy olyan emberekkel nem dolgozik együtt, és akkor feles földek völök az egyéből, ugye amikor a TSZ összejött, akkor ezeket a parasztokat, akik kívül maradtak, birtok nélkül, mert a nagyszüleitől bevették, a kulákoktól bevették a TSZ-ekbe, tehát bekényszerítették. Feles földekből dolgoztak, elküldték őket a Mözsi határba, ott kaptak helyette földet, amit itten betáblásítottak, és akkor ugye én, aki lettem volna generáció, akkor azt mondta apám, hogy menj el fiam az iparba, dolgozz, tanulj gimnáziumba utána, és én 40 évig az iparba dolgoztam, attól függetlenül, hogy talán még ma is tudok szántani, mert 16 éves koromban még szántottam, mert akkor még volt ló, neke is. Tehát azért még a traktorban is most is be tudok ülni szántani is, mert tudom, hogy ez hogy működik. De már az én fiam, az már nem fog beülni a traktorba szántani. Nagyon kár, hogy nem ül be, mert olyan traktorok vannak, amiben GPS igen. van, fültés hát van. Már traktorista se kell, ugye van a kompjúter vezérni, fülkéje sincs. Biztos van, különben nem találták volna. A hatalmas traktoroknak mi értelme van? Mivelik a... Traktora, hogy megtölti az utat, el se lehet mellette menni. Nyugaton nem ekkora gépekkel dolgoznak, ezt nekünk gyártják. Ezeket a hatalmas gépekkel. A GPS nem azért kell, hogy azon menjen külföldre, hanem hogy a barázdákat milliméterre pontosan el tudja én találni. Szeretném a kollégát megkérdezni, hogy tudja, hogy az ő nagyapja miért került Recsre? Nem Recsre került, ő a Kazincba adták 53-ban, 6 hónapra. Azt is megmondom, hogy miért vitték el, meg ugye a halálos ágya előtt 2 nappal elmondta, hogy mi volt az oka, hogy ő elkerült, addig nem. Pedig ugye 80-ban halt meg, és ugye ő nagy, hát ugye kulák listán volt, mert 270 aranykoronánál több földbirtok volt, akkor az ugye ez kulák. A mi tiszta szobánkba behordatták, ugye a Rákosi, én még egy kis gyerek voltam, de emlékszem rá, hogy kipakoltatták a bútorokat, és oda hordták össze a csépés után a gabonát. Hogy hívják, és arra is nagyon vigyázott a nagyapám, hogy abból egy szem se kerülhessen el, mert a visszamázsálásnál probléma lesz, akkor, na most ugye a ocsut, amit a, úgy mondják, hogy a kiroskálják a gabonát, a tört szem, meg most már tudjuk, hogy és a, ugye, azt visszahagyták a parasztembernek, hogy a lovainak, meg az egyebek állatoknak legyen mit enni. Akkor meghagyták, hogy mennyi termőterülete van, ahhoz mennyi vető van szükséges. Ugye százalenként 10 kiló, és akkor ki volt szorozva pontosan az annyi. Csak a családnak is kellett volna enni valamit, és akkor hát a nagyapám az a vetővamnak hagyott
gabonából, elvitt a volt malom egy zsákkal, és megölvette Lisztnek, és a visszahagyott ocsút, dobrostás, amit annak idején még, mikor tehetősebb paraszt volt, két tehénért vett, egy ilyen kézzel tekerős dobrostát, ami még átprostált az ocsút, és annak a még a vékony szemű egészséges magját elhagyva vetette be a területet, hogy az is menjen. Most ugye mindenkinek van jó akarója is, vagy rossz akarója is, ez is ok volt, hogy ez is kiderült. A másik ok volt az, hogy elküldték a családot kukoricát szedni, és ő kerékpárral ment be bejelenteni a jegyzőnek, hogy menne. És akkor hogy képzelje a paraszt azt, hogy előbb szedje a kukoricát, mint hogy engedélyt kapjon rá. És akkor 6 hónapot kazincbarcikai építkezésen ott volt, Birka hodályban voltak telepítve, azt nem mondta meg sose, hogy hol volt ez a hodály, de gondolom, hogy nem lesz a kazincbarcikától. Úgy aludtak egymásnak hátat fordítva szalmán, és egy pokrocot kaptak ketten, hát ezt is majdnem a halálosságján mondta el, és hát ugye onnan vitték őket összeláncolva kazincbarcikára, ott aztán ugye dolgozhattak. És hát ő először Cekszátra vitték be, Fegyházba, de ő kérte magát, hogy munkás ember, ő nem tudott, hogy megőrül, azért vitték kazincbarcikára, hogy közel legyen a családjához, tehát ő látogat is lehessen, és akkor ő abban az építkezésben részt vett. Most nem akarom itt mesélve traktálni ezek, és akkor ez volt az oka neki, hogy az ocsút kirostálta, azzal elvetette a területet, tehát hogy lehet az, hogy a parasztnak kizöldült a vetésterülete, közben ugye volt, aki jó akaró volt, és ezt megmondta, mert másnak is kirostálták azon a dobrostának az ocsút, és akkor más is tudott elvinni egy zsák vetőmaggabonát a malomba megölvetni, hogy a családnak legyen mit enni. Ez akkor szabálytalan rostálás volt. Igen, szabály. Ezért ez volt a bűnbak. A szabálytalan cséplés. Igen, és akkor ugye... Tehát ezek voltak, tehát a fekete vágás. Tehát ez így van, tehát feketéző, igen. Fekete ez volt a főbűn, ezért kapott 6 hónap. Hát nem 6 hónapot kapott, csak 6 hónap után, mikor a Nagy Imre hatalomra került, akkor amnestiát kaptak, és akkor jöttek ugye a parasztok. Rendezetlen padlástér, nem tudom valaki emlékszik. Rendezetlen udvar. Tehát ezekért bírságot lehetett kapni, és ha az ember nem fizetett, akkor elvitték. Tessék! Szeretném megkérdezni, hogy tetszett említeni, hogy ugye Ausztria 56, ugye 55-ben elmentek az Ausztriában. Erről nagyon sokat nem lehet hallani a történelemben. Történelmi könyvek sem nagyon írogatták róla, hogy erre egy pár dolgot, akkor ők nem tudtam mondani róla, hogy ez milyen gyorsan, hogy ez hogy történhetett, és ugye továbbra is ugye magát a dolgotásra rendszer volt Ausztria. Nem történt gyorsan, mert 47-ben haza kellett volna menniük Ausztriából. 55-ig vacakoltak, hogy, 55-ben gyorsabban kimentek. Hogy mi legyen Ausztriával. Ez egy nagy kérdés volt, mert Ausztria ellentétben velünk, hát 4 hatalmi megszállás alá került. Tehát Szovjetunió, Amerika Egyesült Államok, Nagy-Britannia és francia csapatok voltak Ausztriában. Ez döntő különbség Magyarországhoz képest, mert itt csak szovjet csapatok voltak, ugyanígy Csehszlovákiában, stb. Tehát itt bent volt a másik világ hadserege is, és 10 évig ment a vita, hogy mi legyen. Azt se tudták eldönteni, hogy Ausztria az vesztes állam, vagy győztes állam. Most képzeljék el, hogy végül kihozták győztes államnak. Holott ugye a harmadik birodalom része volt, és az osztrákok hát kivették a részüket a harmadik birodalom minden akciójából. De végül is ezt állapították meg, hogy győztes állam lesz, és egy 4 hatalom által garantált semleges állam lesz. Tehát mi is kimondtuk a semlegességet 56-ban, helyesen, de az más volt, mert azt senki nem garantálta, ellenben az osztrákot megállapodtak, hogy mindenki kimegy. És ezt az oroszok akceptálták. Tehát azt mondták, hogy oké, ha kimennek Grazból, Linzből,
Berlinben oroszok is voltak az egyik oldalon, de mit tudom, Tirolból kimennek az amerikaiak, akkor mi is kimegyünk, és ez az Ausztria legyen egy semleges állam, amely nem csatlakozhat soha semmilyen katonai szövetséghez. Ezt a szövetséget akkor már úgy hívták, hogy NATO létezett, tehát 49 óta. Tehát ez volt az oroszoknak a gyors döntése mögött, hogy a NATO 55-ben csinált egy nagyon merész húzást, ami megváltoztatta a világot tulajdonképpen, meghívta tagjai sorába a legyőzött Németországot. Ugye akkor azt úgy hívták, hogy ahogy említette is, hogy németországi szövetségi köztársaság, Nyugat-Németország. Az egy legyőzött, megalázott, kirabolt ország volt szintén. Lerombolt ország. De 55-ig rengeteget dolgoztak rajta, hogy Marshall Telver pénzzel fölpumpálják, fölépítsék, plusz 15 millió németet megkaptak rögtön Közép-Európából, köztük Magyarországról is, munkaerőnek, akik látástól vakulásig dolgoztak, nyilván az új egzisztencia megteremtésért, és Moszkvába felrém lett, most egy picit, ha moszkvai szempontból nézzük, felrém lett, hogy van a NATO, az az Amerika Egyesült Államok, a Brit Birodalom, Franciaország, egész Nyugat-Európa, plusz Németország. És ha nem jövünk ki Ausztriából, nem egyezünk meg egy ilyen semleges státuszba, akkor Ausztriában is ezt fogják csinálni. Vagyis Ausztria nagyobbik részét is a NATO-hoz fogják telepíteni, és az veszélyesebb, mintha kijönnénk, és lesz egy ilyen semleges Ausztria. Ez volt az alapja, egy reális döntés volt, reál politikai döntés volt. Ausztria ma is semleges, ma is ez a négy hatalom garantálja, ugye a Szovjetunió helyett Oroszország, garantálja a semlegességet. Hát ha bárki megsértené, vagy önmaga megsértené, tehát mondjuk be akarna lépni a NATO-ba, akkor ebből a négy hatalomból bármelyik föléphetne ellene, akár katonailag is. Tehát nem fogja megtenni. És ezért ez egy jó döntés volt, osztrákoknak a legjobb. Hát megszabadultak a megszállás, Bécs is négy hatalmi megszállás alatt volt, külön Bécs és Ausztria egésze négy hatalmi megszállás alatt volt. Tehát onnan kijöttek az oroszok, de egy nagy baj van, hogy hova? Hát leginkább ide. Ugye hát ide jöttek, ez volt közel. Ugye rengeteg orosz katonát kellett volna visszavonni Európából, hát a Szovjetunió szintén le volt rombolva. Tehát 55-ben még romos volt az európai rész, tehát nehéz volt el, és ezért Magyarországra is bőven kerültek. Tehát ez aztán egy illúziót adott Magyarországnak, ha az osztrákoktól kimentek, akkor tőlünk is. Ez illúzió volt, mert Ausztria soha nem tartozott bele szervesen a szovjet birodalomban, nem volt kommunista uralom, szozdem uralom volt, tehát nem tartozott be soha, mindig egy ilyen nem tudom még hova kerülő állapot. Magyarország már benn volt, a status quo a mi határunkon húzódott, a vasfüggönynél, tehát illúzió volt, azt kell mondjam önöknek, az a gondolat, hogy az oroszok majd kimennek, még akkor is, hogyha tényleg itt ez nem egy szavakkal vívott forradalom volt 56-ban, ez nem egy bársonyos forradalom volt, vagy narancsos forradalom volt, ez egy nagyon kemény szabadságharc volt. Forradalom és szabadságharc. Vidéken is és Budapesten is. Budapesten maximum 5-6 ezer ember harcolt fegyverrel, ebből majdnem 3000 elesett. Ilyen veszteség egyik háborúban sem ért semmilyen hadsereget, még a Midon kanyarunknál sem. Ez egy rettenetes veszteség volt, és akkor ezek csak a hivatalos adatok. Úgyhogy mégis illúzió volt, hogy elmennek. Éppen ezért olyan nagy csoda, hogy 91-ben
távoztak, mert azt is hangsúlyozok, hogy 91 nyaráig itt voltak. Tehát a rendszerváltoztatás, mondtam az Alkut és egyebeket, az még szovjet, illetve orosz megszállás alatt történt. Tehát ezt figyelembe kell venni önök között. Biztosan emlékeznek, hogy 89-ben, amikor a nehéz időszakok voltak, a tüntetések, a Nagy Imre temetés, a radikális megmozdulások, hogy akkor azért sokan tartottunk tőle, hogy ezt még az oroszok eltűrik? Mert itt vannak, 100 000 orosz itt van. Hát mind, egész országban. Tehát el fogják tűrni? Tehát amikor ilyen lett a rendszerváltás, azt ne felejtjük el, hogy ők csak 91 nyarán távoztak az országból, és azóta nincs Magyarországon megszálló erő. Ez viszont hát nyilvánvalóan nagyon előnyös. Hát Hruscsov sajnos tudta, hol van Suez meg a Duna. Ezt be lehetett adni kiskatonának, aki nagyon messziről jött, mert ugye akik itt voltak, annak már nem lehetett beadni, hogy a Duna az a Suez. De viszont vezényeltek ide Oroszországból és Romániából is csapatokat. Hát nekik lehet, hogy lehetett ezt mondani. Mondták is, én is tudok ilyesmiről, de hát az orosz katona parancsot teljesített, akkor is szétlőtte volna Budapestet, hogyha azt mondják neki, hogy ez a Duna. Tehát ott mese nem volt. Körülbelül 50 orosz katona tűnt el. 50. 1590 halt meg a harcokban. Sebesült meg és halt meg. És 50 eltűnt. Na most az, aki talán azt mondta, hogy én viszont nem lövök bele ezekbe a magyarokba, mert ezek nem fasiszták, hanem ismerem őket. Beszélgettünk, ittunk, csencseltünk, én nem lövök ezekbe bele. Mindig van ilyen katona, de ez egy nagyon kicsi kisebbség volt. Ezt a hadműveletet kb. 60 ezer ember hajtotta végre Budapest és Magyarország megszállását. Ahhoz képest ez semmi, és ugyanolyan kegyetlenül lőtték szét Budapest egyes részeit, mint 45-ben. Meg lehet nézni a fotókat, árulkodóak, a Nagykörút, Üllői út, Korvin köz, Rákóczi út, még az András út is, tehát nagyon, nagyon kemény eszközökkel dolgoztak. Úgyhogy ez csak egy ilyen próbálkozás lehetett, hogy meggyőzzék. A másik az volt, hogy a magyarok megint fasiszták. Ugye, mert hiszen a második háborúban azt tudták rólunk, hogy fasiszták vagyunk. És aztán Kádár korban csináltak is egy ilyen filmet, emlékszem rá, hogy Kádár kilátogatott Szovjetunióba, és akkor ott találkozott egy édesanyával, akinek a férje a második világháborúban esett el Magyarországon, a fia meg 56-ban esett el Magyarországról. Tehát azért ez a propaganda, ez Oroszországban működött, tehát nem kellett nagyon Suezzel próbálkozni, megvolt az ellentét sajnos ilyen szinten is. Még egy utolsó. Ezt a két gyilkos rendszert, a nyugatiak jelen pillanatban a nyugati demokráciát nézi. Ez mi 45 után azonnal volt, hogy ez nem akkor nagy bűn, inkább a nácizmusra tűnt. Hát erre most röviden válaszolok, mert egyébként meg csak hosszan tudnék. Tehát az alapkiindulás onnan van, hogy a nyugat, most nevezzük így, USA Nagy-Britannia szövetségesnek fogadta el a második világháborúban a Szovjetuniót. Mégpedig a szabadságért, demokráciáért, nem tudom én miért küzdő szövetségesnek.
kivel szemben, a fasiszta Németországgal szemben, amely egyébként nemzeti szocialista volt, nem fasiszta. Tehát innen ered, hogy szövetséges, együtt nyerték meg a háborút, együtt ünnepelnek ma is a háború végét, május 9-ét, és ez azt eredményezte, hogy a Szovjetunió megítélése nem lett egyből olyan negatív, mint a nemzeti szocializmusé. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a Vörös Hadseregnek óriási, döntő szerepe van abban, hogy Európát megszabadította a nemzeti szocializmustól. Beleértve azokat a területeket is, ahol nem járt orosz. Mert nem omlott volna össze a harmadik birodalom, ha a keleti fronton az a 12 millió orosz katona nem harcol. Tehát Párizsban is tisztelik ezt a teljesítményt, és a Szovjetunió kommunista volt. Kommunista pártok végig működtek Nyugat-Európában, volt, hogy nagyon erősek voltak. Tehát van egy ilyen kettős megítélés, szerintem a helyes az, hogy különbséget nem kell tenni. Ennek a legnagyobb élharcosa, hogy a két ordas rendszert és ideológiát együtt ítéljük el, a legnagyobb élharcosa európai országok közül ma vajon melyik lehet? Lengyelország. Igen, mert Lengyelországot 39. szeptemberében két héten belül előbb a németek, aztán az oroszok, előbb a nácik, aztán a kommunisták szállták meg. Ő szerintük a legfontosabb ilyen megemlékező nap a két diktatúra áldozatainak, ezt egyébként mondhattam is volna, a két diktatúra áldozatainak egyenrangú emlékezete az augusztus 23-a. Augusztus 23-a Hitler-Sztálin paktum megkötése, más néven Molotov-Ribbentrop paktum. Amikor tehát ez a két ordas eszme és birodalom összefogott, ők azt a napot tartják minden áldozatok emlékére a legalkalmasabbnak, és én egyet is értek velük. Ez gyorsan hozzátenném, hogy ami Katyinban történt, és mondjuk a Holodomor, amiről már talán beszélgettünk, ez ugye tűnik a májban? Nem tűnik el, nem tűnik el. Európai Uniónak is van olyan határozata, hogy nem szabad különbséget tenni a két gyilkos rendszer között. A mindennapokban kellene ezt megvalósítani, például ilyen alkalmakkor, például iskolákban, például sajtóban, de ezt belátom, hogy nem mindig sikerül, tehát ezen dolgozni kell, hogy ne különböztessük meg. Embertelen volt mind a kettő, nehogy már számháborút kezdjünk, hogy melyiknek van több áldozata, meg ennek semmi értelme van. Sok milliónyi ártatlan áldozata van mind a két rendszernek, és attól, hogy az egyiknek több van, vagy a másiknak kevesebb, ettől ez a rendszer még ugyanolyan embertelen és elítélendő. Hát nincs több kérdés, köszönöm szépen a megjelenést, a kérdéseket, a figyelmet, remélem valahogy még találkozunk. Viszontlátásra!